Sziasztok, úgy döntöttem, készítek így egy videót június közepe tájékán, hogy milyen tennivalók vannak. Ilyenkor már tápanyagok kicsit kezdenek kimenni a talajból, úgyhogy itt rendezem az uborkát, és itt felfuttatom ilyen uborkahálóra, és közben, bocs, hogy így mozog a kamera, hogy itt megkapálom, tövére szórok ki ebből a műtrágyából nem sokat. Ez ilyen spéci kerti műtrágya, mint látjátok, nem kell sokat. És ez, ahogy locsolom, az mindig egy icipici be fog szivárogni a talajba, és táplálni fogja egész sokáig a növény, mert ez egy ilyen lassan lebomló dolog. Az uborkákat itt, elkanyarodó kis szárakat itt kötöm felfele. Már egyébként már láttam itt valamerre ubit, csak már igen elhagytam, mint itt is látszódik. Itt van. Úgyhogy egy két hét is lehet fogyasztani akár salátába, vagy inkább rakjuk befelé ilyen kis picikbe. Közben ugye gyomolunk, közben gazoljuk itt kifelé, ami nem kell, és utána fűrészporral, forgáccsal, hogy be fogom takarni a növénynek a tövét, hogy ne legyen ilyen porhanyós száraz a talaj, hanem jó nedvesen legyen tartva, nem is kell annyit locsolni, és ugye, mint tudjuk, az uborkának nagyon sok nedvesség kell, ezért nagyon meg fogja nekünk köszönni bő terméssel és zöld levelekkel. El is készültem, be van forgácsozva. Nem fog most már gyomosodni, és jó nedves marad a talaj. És még ami nagyon fontos, hogy rakjunk ki patkányfogót. De jó erőset, ne ilyen kis lájtosat, ez mindig megfogja. Legalább, hogy 20 dekás legyen, és akkor annyi neki. Már a tök is kezd nagyobbodni. Azok is alá vannak forgácsozva, gazolni nem sokat kell. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek is. Miért én vagyok a legjobb kertész? Hát ezért. Csak vicceltem. Jó retek titka, minden nap öntözzétek, és nem fog kirepedni, nem fog pudvásodni. Minden nap legalább egyszer, de ha kétszer tudjátok, az se rossz. Nem lesz rajta repedés, de azért így is van egy határ, amikor már ki kell szedni, mert nem pudvásodni fog, csak nagyon befásul és kemény lesz, ez még éppen jó.